Az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás napjainkban nagyon is létező jelenségére akarja felhívni a figyelmet az indiai rendező Tabrez Norani filmdrámája, a Love Sonja. A megtörtént eseményen alapuló mozi egy indiai faluban élő lány története, akit nővérével együtt szexrabszolgaságba kényszerítenek, hogy így fizessék meg apjuk adósságát. A címszerepet alakító Mrunal Thakur azt mondta, korábban nem foglalkoztatta a téma, ám a karakterrel foglalkozva utána nézett az interneten, ahol döbbenten látta, hogy gyakorlatilag minden negyedik percben történik ilyen bűncselekmény, elsősorban a hazájában. A nővérét játszó Richard Chadha pedig arról beszélt, hogy a várakozásokat alulmúlta a film fogadtatása Indiában, ahol szeptember óta vetítik a mozik, de mindez csupán annyit jelent, hogy India még nem áll készen szembenézni az igazsággal. Freida Pinto színésznő azt hangsúlyozta, hogy ez nem szimplán női, hanem legalább annyira férfi történet is, az egész társadalom látlelete. Tabrez Norani rendező a Ghetto Milliómos producereként szerzett nevet magának a szakmában, de részt vett a Mission Impossible egyik részének gyártásában is. A Love Sonja szereplőgárdájában Demi Moore is felbukkant.